A dolgozó emberek viszik az országot a hátukon. Ők építik, gyarapítják az országot. Ezért minden dolgozó embernek, a saját munkájukból élő vállalkozóknak is jár a megbecsülés. Május 1-e nem a munka ünnepe, hanem a munkások ünnepe, a munkások, dolgozók megbecsülésének ünnepe. Nekünk Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk. És egy nagyon fontos otthon, Európa. Azt szeretnénk, hogy egy szociálisan érzékeny és szociális Európa jöjjön létre, amelynek a közepében, a politika közepében nem a pénz, és nem elsősorban a gazdaság áll, hanem az ember. Amikor demokratikusan gondolkodó baloldali és liberális emberek irányítottuk a magyar oktatást, akkor lassan, de egyre gyorsuló ütembe színvonal emelkedés volt. Éve vagyunk az Európai Unió tagja, szocialista kormány vitte be Magyarországot, az a dolgunk, hogy benne is maradjon Magyarország. Ez a legfontosabb feladat. A lényeg az, hogy megkevítjük az Európai Uniót. Haza kell hoznunk az Európai Uniós forrásokat. Benne kell tartjuk Magyarországot ebbe a szövetségbe, mert ez az érdekünk. Kell gondolkozunk nőkről, és meg kell erősítsük ezt a szociáldemokrata a utat, választ, mert ugye ez ne egy gazdasági szövetség legyen, ez Európai Unió, az emberek szövetsége legyen, ez a szociáldemokrata. Alapvetően azt a fajta szemléletet kellene elsősorban megváltoztatni, ahogy ma a gyerekekhez áll a fideszes kormányzat, és az állam, ahogy ma a szülőkhöz, és természetesen, ahogy a pedagógusokhoz áll.